És akkor bemutatnám az előadóinkat. Az első előadónk Arató Ferenc a Pécsi Tudományegyetemről érkezett. Drindó Horváth Ida a Károlyi Egyetemet képviseli, illetve a házigazda színeiben Berecki Enikőt köszöntöm, és Raus Attilát, illetve Mislei Helgát. És akkor meg is kérem öcsit, hogy tartsa meg előadását. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az előadásom címe a Kooperatív Paradigma alkalmazása online és hibrid helyzetekben. Miért ezt a címet adtam az előadásnak? Hát elsősorban azért, mert valójában az átváltás, vagy az oda-visszaváltogatás, az véleményem szerint paradigmatikus megközelítést igényel. Ezzel az ábrával szeretném érzékeltetni azt, hogy az, hogy online eszközökre áttér valaki az oktatásában, az nem jelenti azt, hogy paradigmát vált esetleg. Itt a felső részén az ábrának próbálom ezt érzékeltetni. Valójában az igazi váltást nem azt jelenti, hogy akkor milyen eszközökkel dolgozunk az oktatásban, hanem valójában, hogy hogyan gondolkodunk az oktatásról, hogyan közelítünk a tanulás és tanítás kérdésköréhez. Ugye a kutatások igazolják azt, hogy a tanárok nagyjából 80%-a nagyjából úgy tanít, ahogyan őt tanították. Kvázi az iskolai szocializáció az, ami döntően meghatározza, hogy hogyan gondolkodik a tanulásról és a tanításról. Ergo az, hogy áttérünk egy online helyzetre, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor az online tér adta lehetőségek, azok egyben paradigmaváltást is fognak eredményezni. Úgyhogy a kérdés az az, hogy hogyan tudunk úgy megközelíteni egy ilyen helyzetet, mint az online térbe való átvonulás a kooperatív paradigma segítségével. Miért használom a kooperatív paradigma kifejezést? Nem fogok erről részletesebben beszélni. Valójában két jellegzetességet emelnék ki a paradigmával kapcsolatban. Ugye a Kuhn-nak a paradigma definícióját használom. 62-ben írta meg az első verziót, és utána a kritikák nyomán egy picit módosította. És én két elemet emelnék most csak ki, ha valaki részletesebben kíváncsi rá, akkor ide a saját irodalmamat megadtam, ott magyarul, angolul lehet róla olvasni. Az első, amit a Kuhn mond a paradigmákról, hogy valójában a paradigmákat az jellemzi, hogy olyan szimbolikus általánosításokat fogalmaznak meg, amelyek nem egyszerűen csak leírnak valamilyen törvényszerűséget, hanem egy új szemüveget adnak az illetőre, egy olyan új szemüveget, amellyel régi rejtvényeket új módon tud megoldani valaki. Ezekről a szimbolikus általánosításokról azt mondja, hogy ezek egyszerű törvények, vagy egyszerűen általánosítások, mint például ugye az Einsteini relativitás törvény is, nem egy bonyolult matematikailag, viszont fizikailag annál izgalmasan. Kuhn azt is mondja, hogy vannak olyan paradigmák, ahol nincsenek megfogalmazva ilyen szimbolikus általánosítások, hanem egyszerűen példázatokat követnek. Ilyen volt mondjuk a kooperatív paradigma számára a mozaik osztályterem, amit ugye Aronzon és munkatársai 1972-ben publikáltak, és sajnos ez a publikáció magyarul azt hiszem nincsen meg, viszont az Aronzon Társas Lény című könyvét remélem sokan ismerik, hiszen Erős Ferenc már 1978-ban lefordította, és Aronzon 2006-ban a közben eltelt évtizedek kutatásai nyomán kiegészítette, illetve újra erősítette mindazt, amit ott a szociálpszichológiáról leír, így a kooperatív tanulás szervezéssel kapcsolatos előítéletről szóló fejezetben is újra megerősítette mindazt, amit már
jó néhány évtizede is tudunk. Tehát amikor kooperatív paradigmáról beszélek, akkor ebben az értelemben beszélek paradigmáról. Vannak olyan alapelvek, amelyek körülírják ezt a paradigmát. Ez nem egy módszertan, sajnos a hazai adaptációban ez a kooperatív módszerek kifejezés terjedt el. Az amerikai, illetve hát a nemzetközi, most már nyilván az elmúlt évtizedekben nemzetközi szakirodalomról beszélhetünk. Ez mindenképpen struktúra volt, és soha nem módszertan, pláne nem technika. Ugye ez egy másik magyarítási kísérletnek a súlyos következménye, hogy kooperatív technikákról is beszélnek néhányan. Na, mit jelentenek ezek az alapelvek? Ugye az időnk az rövid, úgyhogy én nem fogok végigmutatni minden alapelvet, viszont hármat talán példák segítségével be tudok mutatni a társaságnak. Az első ilyen kooperatív alapelv az számomra talán az egyik legfontosabb, hiszen rávilágít arra, hogy ez a paradigma, ez egy strukturális paradigma. Tehát nem azt vizsgálja, hogy hogyan kell tanítani, hanem azt vizsgálja, hogy hogyan kell megszervezni a tanulást oly módon, hogy minél többen tudjanak részt venni a tanulási kommunikációban, a tanulási interakciókban. Tulajdonképpen ez az alapelv, ami miatt én ezt a paradigmát dekonstruktív paradigmának nevezem. Ha visszaemlékszünk, vagy ha valaki ismeri Foucault-nak a munkásságát, ugye Foucault beszél arról, hogy tulajdonképpen az iskolában a lelkipásztori funkciónak a laicizálódása figyelhető meg, és az iskolának ez a szimbolikus rendje, amiben van egy szónok, és előtte a csöndben ülő hallgatóság, áhítatosan figyelő hallgatóság, mint most ebben a zoomos helyzetben is éppen tapasztaljuk, az tulajdonképpen egy megöröklött szimbolikus rendje a tanulásról és tanításról az oktatásban. Kvázi azt gondolnánk, hogy akkor ez a struktúra az, ami jellemezhető minden egyes tanulási helyzetben. A kooperatív paradigmának viszont pont az volt az egyik új szemüvege, hogy ránézett erre a struktúrára, és megfogalmazott egy olyan alapelvet, hogy valójában az lenne a cél, hogy ne nulla interakció legyen, vagy egy ilyen látszólagos interakció legyen, mint egy előadó és hallgatósága között, hanem a cél az, hogy minél több interakció valósuljon meg egy időpillanaton belül, és hát erre talán a párokra osztása a csoportnak a legalkalmasabb módszer. Tehát a párhuzamos interakciók alapelve azt mondja, hogy akkor tudom hatékonyan és talán majd az eredményességről is szót értek, de hatékonyan kihasználni a rendelkezésre álló időt, ha mindenki hozzá tud szólni a tanulási kérdésekhez, hiszen az, hogy passzívan hallgatok valakit, az nem feltétlenül a tanulás leghatékonyabb és eredményesebb módja. A Johnson testvérpár ugye face-to-face, need-to-knee interactionről beszél, talán magyarul úgy lehetne, hogy négy szem közti, vagy több szem közti interakció. Amikor az online térről beszélünk, akkor szerencsére most már itt a 21. század negyedénél már vannak olyan eszközeink, ahol tényleg face-to-face interakciókat tudunk megvalósítani. A kérdés az az, hogy ez elég-e. Tehát elég az, hogy látjuk egymás arcát, pláne ha csak halljuk egymást, az is elég-e. Ugye az agykutatások egyik nagy felfedezése az volt, hogy például ha az agyat működés közben vizsgáljuk, akkor a személyes interakció, amikor látom a másik mimikáját, rezdüléseit, visszajelzéseit, hallom a sóhaját, tehát amikor teljes személyiséggel tudunk részt venni egy kommunikációban, akkor vesz részt a legtöbb neurohálózata a gondolkodásban, akkor használjuk a legszélesebb repertoárját a gondolkodásunknak. Ide alulra fölírtam, hogy mire is vonatkozik ez az interakció, vagy mire is vonatkozik ez az alapelv. Valójában arra vonatkozik, hogy minél több, ahhoz, hogy minél több tanulás központú és tartalmú interakciót hozzunk létre, ahhoz olyan struktúrákat kell létrehoznunk a kommunikációs folyamatban, amelyek ezt lehetővé teszik.
Ha megnézik itt az ábrámon a sárga szereplő, egy négyfős csoportban, három lépésben három másik szereplővel tud kommunikálni, függetlenül mindenki mástól, tehát döntően azt egyébként Kegen ezért kedveli jobban a négyfős csapatokat, a Johnsonék a háromfős csapatokat kedvelik, mert tulajdonképpen egy négyfős csapatban nagyon sok variációt tudok, csapaton belül is létre tudok hozni párhuzamos interakciókat. Hoztam példákat az egyik kurzusomban, megkérdeztem, hogy megengedik-e, hogy mutogassam a jegyzeteiket, hogy kell elképzelni egy struktúrálást. Tehát tulajdonképpen szinte minden ilyen online kommunikációs eszköz alkalmas arra, hogy struktúráljuk a kommunikációs folyamatot. Én egy olyan kurzusból hozom a példáimat, aminek nagyon fontos eleme az, hogy élmény alapú, metakognitív, produktív, tevékeny, és mindezt online is meg tudjuk valósítani. Magára a kurzusra nagyon röviden csak annyit, hogy ennek a témája a tanulásközpontú kommunikáció, és alapvetően a kooperatív paradigma segítségével fedezik fel egyébként az elsős hallgatóink azt, hogy mit is jelent az, hogy a tanulás áll a kommunikáció középpontjában, és nem a pedagógus. Erre két, nagyjából ez a kurzus két fő részből áll, az egyik része az a doing by learning szakasz, amikor tulajdonképpen a tanulásuk révén megvalósítják ezt a learning center, tanulásközpontú kommunikációt. A másik felében viszont ők terveznek ilyen folyamatokat, tehát csinálva tanulják ugyanezt. Na most, amikor ez az online-osítás bekövetkezett tavasszal, tulajdonképpen én olyan nagy nehézséget nem láttam az átállásban, mint ahogy itt az ábra közepén is látszik. Például a Teams alkalmazásban létre tudtam hozni ugyanúgy az asztalokat, mint az osztályteremben, létre tudtam hozni a csoportokat. Sőt, ugye ezek a modern eszközök lehetővé teszik, hogy ugyanúgy produktív együttalkotás valósuljon meg, mint látják itt névjegy, csoportos névjegykártyát készítettek a diákok itt a kurzus elején. És amit az előbb mondta, hogy páros interakció, hát itt például van egy négyfős csoport, ott párokban egymásról fotót készítettek a print screen gomb segítségével, és egymást töltötték föl, és kikérdezték egymást, hogy milyen tulajdonságokat ajánlanak be az együttműködés érdekében. Föltettem ide egy csoportrajzot is, ennek az a lényege, hogy tehát nyilván írni, rajzolni bármit lehet együtt, és tehát ez azt jelenti, hogy tudom struktúrálni a teret online is, ugyanúgy, mint offline is, úgyhogy szerintem mehetünk is tovább. Rendben van, hogy párokra vagy akár csoportokra osztom a résztvevőket, és párhuzamos interakciót hozok létre, de mi a garancia arra, hogy ott el is indul az interakció? Hát ez egy másik, tulajdonképpen a paradigmának egy nagyon fontos alapelvét szükséges figyelembe venni, ez az építő és ösztönző egymásra utaltság, amikor úgy alakítom ki a feladatokat, hogy egymás nélkül ne tudják megvalósítani a résztvevők. Itt a képen érzékeltetem, hogy tulajdonképpen egy kattintással át tudunk váltani a realitásból, a virtuális realitásba. A mai technikai eszközök ezt rendkívül könnyen lehetővé teszik. Erre is hoztam pár példát. Például a Teams-ben itt az előző csoportnál, tehát létre tudom hozni mondjuk a mozaikhoz ugyanúgy az alapcsoportjaimat, létrejöhetnek a szakértői csoportok, és ide tettem egy tanulás és tanítás kurzusnak is a csoport szerkezetét. Talán látják, hogy itt alapcsoportokat használok, vannak szakértői csoportjaink is, és hát a szakértői csoportok ugye nyilván az egész csapatot a saját szempontrendszerükre megtanítják, visszatérve az alapcsoportokban, és én még használok tematikus csoportokat is, hiszen itt a tanulás és tanítás kurzus kapcsán ők témakörökre fejlesztenek, és tulajdonképpen egy kattintással a virtuális asztalaikhoz pillanatokon belül át tudnak ülni, közösen dolgoznak, mindent látnak egymás munkáiból, hozzáférnek egymás munkáihoz, tanulhatnak egymás munkáihozból, és tulajdonképpen mindez egyetlen egy térben valósul meg, amit mi struktúrálunk az eszköz segítségével.
Talán még van egy alapelvre időnk, ez a személyes felelősségvállalás és egyéni számonkérhetőségnek az alapelve. Erről azt érdemes tudni, hogy ez ugyanannak az éremnek a két oldala. Az egyik az a személyes felelősségvállalás. Itt általában, itt a képeken próbálom érzékeltetni, hogy a gyerekek hogyan tanulnak az internet segítségével. Hát nem úgy, mint az előző fekete ábrámon, hogy egy valakit hallgatnak a YouTube-on, úgy is, például, hogyha egy tutoriál videót néznek, de hát megtanulnak szartozni, vegyszerekkel dolgozni, rajzolni, nyelveket programozni. Döntően a személyes felelősségvállalás oldala ennek az alapelve az, hogy olyan repertoárt terítek a tanulásban résztvevők elé, amiből ők tudnak választani, hiszen minél inkább én választom ki a feladatomat, annál inkább tudok én személyesen azért felelősséget vállalni. Ennek az alapelvnek egy másik oldala ez az egyéni számonkérhetőség. Itt döntően egy triónak a munkáját ábrázolom itt a kör másik oldalán. Az egyik kérdez, a másik válaszol, a harmadik jegyzetel, majd ezek a szerepek forognak közöttük, tehát tulajdonképpen nyomon tudom követni, hogy ki mit csinál a kis csoportban. Erre hoztam szintén példákat. Itt a személyes felelősségvállalás alá tettem azokat a tanulási produktumokat, amit itt az órán csináltak a hallgatóim. A színek jelölik, hogy melyik részt ki írta, és én mellé tettem azt, hogy én hogy látom ezt a Teams-ben. Itt lehet látni, hogy hozzá tudok szólni, föl tudok tölteni nekik anyagokat, akár megjegyzésként is, de itt van egy konverzációs felület, ahol végig tudok, tulajdonképpen odaléphetek virtuális térben az asztalaikhoz. Tehát nekem igazából olyan nagy váltást nem eredményezett ebből a szempontból az online térbe való áttérés, mert ugyanazt meg tudjuk a virtuális térben is valósítani. Különösen ugye az segít ebben bennünket, így a kooperatív diskurzus felől közelítőket, hogy vannak alapelvek, amiket követünk itt a tanulás tervezés során. Alapvetően az a benyomásom egyébként, hogy az, hogy információs technikai eszközöket használunk a jegyzetek elkészítésére. Ez egyébként tegnap volt egy konferencia napunk, és itt ezt egészen második osztálytól a középiskoláig a többiek is ezt jelezték vissza, hogy sokkal elmélyültebb jegyzetek és mindenfélék születnek, produktumok születnek itt az online térben, mint mondjuk ott az osztályteremben, amikor dolgozok a hallgatókkal. Azt hiszem, nagyjából ennyi időm volt így az előadásomra, hogyha jól sejtem. Három alapelvet néztünk meg. Itt a döntő üzenetem az az, hogy alapvetően, ha van egy olyan tanulási, tanítási paradigma, amit tudatosan próbálunk követni, erre hoztam példaként a kooperatív tanulásszervezést, akkor igazából nem kellene, hogy gondot okozzon, hogy ez offline, online vagy hibrid formában valósul meg. A távol lévő hallgatóink, ugye mi is voltunk offline és online helyzetben is, és ebben a térben, mind amikor offline vagyunk, mind amikor online vagyunk, tudjuk folytatni a tanulásunkat. Amikor valaki nem tud jönni, mert covidos, akkor ő egy laptop segítségével ugyanúgy bennül a csapatban, és tulajdonképpen ugyanabban a virtuális térben tudja követni azt, amit mi online csinálunk. A jegyzetek eleve online születnek, tehát igazából olyan, tudom, hogy ez egy kicsit kiábrándító előadás ebből a szempontból, de én nem érzékelek óriási különbséget, inkább azt érzékelem, hogy sokkal több forráshoz férünk hozzá azonnal, és sokkal produktívabbak tudunk lenni az online tér segítségével. Remélem, hogy nem raboltam el túl sok időt. Köszönöm szépen a figyelmet!